szedik a levendulát a Caritas Vásáros Miskei intézményében. 12.500 tő angol, francia és fehér levendula tövet telepítettek az egykori plébánia kertbe 10 évvel ezelőtt. Szépen összefogjuk, ahogyan tudjuk, vékonyan, vastagon, teljesen mindegy, és így a kollégám pedig szépen okosan levágja. A betakarítás után csokorba kötik, majd a padláson szárítják a növényt. Télen lemorzsolják, tisztítják, ezután értékesítik a termést. Kisebb részét helyben hasznosítják, a jelentősebb mennyiséget magánvállalkozó vásárolja fel. Készít belőle szappant, olajat, hasonló termékeket. Mi a megmaradt levendulát úgy hasznosítjuk, hogy készítenek különböző kis illatzacskókat, diszpárnákat. A levendulaházban a környékbeli megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak. A Caritas Krízis Kamra programjában egy elektronikai termékeket gyártó cég foglalkoztatja őket. A nappali ellátás keretében jut idő a levendula szüretre és feldolgozásra is. Jelenleg 66 nappali ellátottunk van, 66 megváltozott munkaképességű emberünk, de 52-en dolgozunk a Celicelcompa, a többiek pedig a levendula feldolgozásba ténykednek. A Sághegy tövében valamikor őshonos volt a levendula. A hajdani plébános, Turcsányi Sipos József illóolajat préselt a vadon termő növényből. A levendulaházban most az ügyeskező asszonyok varják az illatpárnákat, készítik a levendula buzogányokat, az itteni termékek nem egyszer tettek már hangulatossá esküvői helyszíneket is.